megérkeztem. Jöttem a Mon Parkba egy ilyen, fogjuk rá, hogy sajtóeseményre. Douglasba jöttem, képzeljétek el, és azt tudom, hogy 25-en leszünk, ezen kívül semmit nem tudok, csak a programot, ami viszont nagyon izgi, sminkbemutató lesz, krémekről fogunk beszélgetni, tiszta luxi dolgokról, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Megkeresem itt az 5 maszk közül, hogy melyiket szeretném felvenni a szettemhez, mert természetesen maszkot fel kell venni, úgyhogy összeszedem gyorsan magam, és el is indulok befele, mert körülbelül 5 percem van odaérni. Visszatértem. Ó, nem vettem fel nektek a kaját, pedig ettem. Nem baj, sztorim van róla, úgyhogy megmutatom nektek. Pad thait kajáltam, találkoztam az egyik barátnőmmel, dumcsisztunk egyet, tök jó volt egyébként a rendezvény is, itt van nálam a kis cucc, úgyhogy ezt majd megmutatom nektek, hogy miket kaptunk, nagyon izgi a csomag. Tele van királyabbnál királyabb dolgokkal, és most elindulok haza, mert még Barbie jön hozzánk. Valószínű, hogy fotóznunk kellene, vagy valami ilyesmi, és sietnem kell haza, mert a videót is ki akarom még nektek rakni, már fel van töltve, de még van vele egy kis meló, aztán rakom ki azt is, és fáradt vagyok kicsit, de... 2 days later. Jó reggelt! Ez mennyire bencés volt. Képzeljétek el, reggel van, ha bár nem úgy néz ki. Ha minden igaz, akkor lassan 6:45 van, 6 óra múlt 8 perccel, és elindultam haza vásárhelyre. Ti egy baromi jó helyen vagytok, majd meg fogom mutatni, hogy mit szereztem be a napokban. Elég fura, fejjel lefele vagytok, handsfree, vezetés közben tudok veletek viszonylag rázkódásmentesen szerintem társalogni. Ami nagyon király tekintve, hogy rengeteg időt töltök kocsiba, és ilyenkor olyan szívesen beszélgetek valakivel. És nagyon sokszor beszélgetnék veletek is, de nem tudok, mert nincs elég kezem. Na most, elindultam haza vásárhelyre, ugyanis glamour napok vannak a hétvégén, és... Hát azt ugye láttátok, hogy voltam egy Douglas rendezvényen, viszont ezen kívül egyáltalán nincsen semmilyen glamúros szponzoráció, vagy hirdetés, vagy akármi. De szerintem ezzel mindenki így van, hogy kuponozni egy nagyon izgi dolog. Egyébként is baromi nagy kedvezmények vannak mindenhol, kuponokkal együtt meg pláne. És megyek haza, meg kell álljak még Szegeden, fel kell vegyem a féreghajtókat a lovaknak, öcsikért, de úristen, de sötét van. Utána pedig nyilván megyek haza, és édesnyával shopizunk egyet. És hogy miért van ilyen korán? Kérdezhetnétek, és én válaszolok is rá. Két dolog, az egyik az, hogy szerettem volna kikerülni a forgalmat, amennyire lehet itt a pesti részem, meg nyilván szeretnék minél hamarabb hazaérni, hogy az egész napunk szabad legyen anyukával. Egyébként meg amúgy is korán kelünk, úgyhogy ma annyi változott, hogy kihagytam az edzést, Bence kicsit később kell fel, és egyből indultam haza. Viszont, ami meglepő, hogy hiába kelek fel korán, ugyanolyan baromi lassan készülök el, tehát 5:30-kor szerettem volna indulni a terveim szerint. Természetesen 1/2 órával később indultam. Nem vagyok egy gyorsan összekészülős típus reggelente. Nem sokára jelentkezem, valószínű, hogy valahol meg fogunk állni, kajcsit venni, mert nagyon éhes leszek, úgyhogy nem sokára találkozunk. Most értem Szegedre, hát ez fantasztikus.
gyorsan felveszem a féreghajtókat, utána indulás is haza. Azt hiszem, hogy először a céghez kell mennem, talán. Ránéznek a kocsira, olajszint kell leszűrőt cserélni, meg ilyen apróságok fel lesz töltve. Ablakmosó folyadékkal, meg ilyen tényleg apró dolgok. Aztán megyünk tovább. Ez a fény fantasztikus, úgyhogy inkább kikapcsollak titeket, és kicsit később jelentkezem. Home sweet home. Nagyon süt a nap, de amúgy baromi hideg van. Micsoda! Csak így! Komolyan! Jó, Istenem! Legaranyosabb vagy! Ott jön Éva. Bemegyünk a céghez. Jaj, guszti! Állatkert. Later. Surprise! Hello. Mikor voltál utoljára videómba? Idejét se tudom körülbelül. Nyilván sejtitek, tanyára jöttünk. Édesnyával egész nap mentünk. És édesnya azt mondta, hogy a mai videót ő szponzorálja, úgyhogy ő vásárolt be nekem, de nagyon izgi volt. Imádok shopizni. Úgyhogy menjünk, nézzük meg, hogy mi van a bobókkal. Tosuka! Szia! Hogy vagy? Hogy vagy, Susukám? Szia, de rég láttalak. Gyere! Megmutatod, Susuka, mi történt itt, amíg nem voltam? Hello! Szóval... Csak hogy lássátok ti is, hogy mi történt, mert Sanyi munkálkodott egyébként, amíg én nem voltam itthon. Nem tudom, hogy azt láttátok-e, de ki lett betonozva az összes box, most már az összes, igaz? Így van. És ezt úgy képzeljétek el, a ki lett betonozva, hogy ő két, mondjuk úgy, hogy munkás, szakember, és hányan voltatok rajtad kívül még? Hárman. És még három haverja Sanyinak, és baromi ügyesek, elképesztő, kibetonoztak mindent. Lemeszelték a falakat, az összeset, ilyen tisztasági meszelés szinten, és látjátok, hogy itt már le vannak festve szürkére a fém részek. Ha jól tudom, le is vettetek minden ajtót, be lett olajozva, ahol kellett görgő lett cserélve. És erre a kettő boxra vár még festés. Az egy box le lett csiszolva. Le lett csiszolva. Ki lettek cserélve azok a lécek, amik el voltak már deformálódva. Azért a tanya az már nagyon régi. 2007-ben költöztünk ide, ami azért bőven elég idő ahhoz, hogy az ilyen kis fa gerendák, azok lécek kicsit eltorzultak már, de ez is ki lett cserélve. És lett négy új lakónk van, ha jól sejtem, öt új lakónk van. Mióta... Tehát, mit mondtál, hogy amióta lelettünk betonozva? Mióta ki lett betonozva, mind a két részlegés használatba tudtuk venni, ugye a festés után a boxokat, hat új lakónk lett. Nem saját, bértartókról van szó, de nagyon izgi. Kicsit kicserélődött az állomány, és tök jó kis közösség kezd megint itt
összegyűlni. Egy valami hibás igazából szerintem az istálóban, az az álmennyezet, ahogy látjátok, az jó pár helyen be van ázva, de... Próbáltuk meszelni, de nem... Nem lehet meszelni, cserélni nyilván az no way, tehát az nagyon para lenne, de nagyon ügyes vagy, nagyon büszke vagyok rád. Thank you. Nagyon szép lett. Ezt egyébként csak egy kis plusz információnak, mert szoktátok néha kérdezni, 3 darab szabad helyünk van még, most mondta a fiatalember. Laklassátok. Ez nagyon szép lett. Régen ezt tudjátok, ez a tipikus, olyan-olyan vörös volt, mint a... Mi az? A boxnak az oldalai. Ez nagyon szép lett. Gyönyörű, hófehér az egész, nyerges. És ezek végre nem a mi cuccaink. Az az igazság... Ott vagyok egyébként, sziasztok! Az az igazság, hogy régen, amikor az egész istálló szinte csak a mi lovainkkal volt tele, rengeteg cuccunk volt, és nyilván idővel rengeteg felesleges cucc lett, és szelektáltak Sanyék. Nagyon nagy munkálatokban van a fiatalember, de meg a lámpa alatt úgy állok, hogy tuti ne lássatok belőlünk semmit, de nagyon ügyes vagy. Már csak a romeltakarítás van hátra. Congrats! Az én halálót ne nézzétek rajta, de ezt nem hiszem, hogy sokan tudjátok. Nekem ő volt a járgányom. Azt hiszem, hogy körülbelül 9-10. Osztálytól egész addig még nem lett jogsim. Ezzel szeretem Vásárhelyi utcáit. És egyébként nagyon sokat jártam ki ide a lovardába is vele. És nem egy hosszú út otthonról tőlünk ide a lovardáig, de télen. Meg kis szitáló esőbe. Ez nagyon mókás kaland volt, és igazán hálás voltam, amikor meglett a jogsim, és nem kellett már ezzel járni. Viszont megmaradt versenyre valós kis tangának, meg nem is tudom, azt mondani, csomóan használták még, úgyhogy végül is jó szolgálatot tett, de nem bántam, hogy lecserélhettem. 4-6 days later. Csúha! Elég csípős a reggel, mit ne mondjak, 6 fokkal. Úristen, itt a képen nagyon vörös vagyok, nem ilyen piros egyébként a fejem. Vagy? Nem. Vagy mindjárt megpróbálok egy kis szintfényt állítani. Éppen elindultam a lovardában, nagyon hideg van, 7 óra 4 perc Rebecca úton, és úristen, nagyon hideg van. Miért kell már ilyen hidegnek lennie? Várok egy kicsit, hogy melegedjen a kocsi, mert iszonyatosan hideg van. Szerintem, hogyha kiértem, akkor folytatjuk tovább. Jó reggelt! Hát szia! Szia, szépség! Hogy aludtál? Szia! Hozom a cuccot, aztán menjünk dolgozni, mert nem érünk rá egész nap. Miket mondok itt korán reggel? 1 hour later.